Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Egy igazán szép napra gyűltünk ma itt össze, hiszen ahogy már valószínűleg utánam többször fogják hallani, levélen réges-régóta várunk egy új kultúrházra, egy új olyan épületre, amely méltóan tudja fogadni levél bármely emberét, levél bármely szervezetét, és méltóan tudja képviselni községünket. A mai ünnepélyes megnyitón szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Eperjes Tamást, a Vidékfejlesztési Minisztérium intézetének igazgatóját. Dr. Nagy Istvánt, országgyűlési képviselőnket, Moson-Magyaróvár polgármesterét. Dr. Lakatos Istvánt, Győr-Moson-Sopron megyei iparkamara kézműipari tagozat elnökét. Balsai Zsuzsannát, Kimle polgármesterét, a Szigetköz Mosoni Sík Líder Egyesület elnökét. Botos Gábor urat, a Moson-Magyaróvári Több Célú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetőjét. Herman Töcsinger urat a Joyce-i nyugdíjasok képviseletében. Algaier Rozália asszonyt, Ekecs és Apáca szakállas alpolgármesterét. Nagy tisztelettel köszöntöm Szőke László polgármester urat Hegyeshalomból. Kammerhoffer Robert polgármester urat Bezenyéről. Szeretettel köszöntöm Domonkos Sándor fővállalkozó urat és valamennyi vállalkozót és segítőt, akik ebben a nagy munkában részt vettek. És nagy-nagy a községünk önkormányzatának jelenlegi és régebbi képviselőit, és valamennyi civil szervezet vezetőjét, és mindenkit, aki a mai délutánt ránk szánta. Nagy öröm, igen, megérdemelnek egy tapsot. Az ünnepségünk elején a levéli harmonikások muzsikáltak, egy kis hangulatot adva ennek a mai napnak, ők is megérdemelnek egy nagy tapsot. Most pedig, ha már egy kicsit idősebbek kezdték a muzsikát, következzenek egy kicsit fiatalabbak, fogadják a levéli pacsirták énekét, a Ha én rózsa volnék című számot fogják előadni.
Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Néhányan itt rám szóltak az előbb, hogy valakit kifelejtettem a köszöntésből. Hát megmondom őszintén, hogy direkt hagytam mostanra, mert azt hiszem, hogy annak, hogy ez a levéli kultúrház úgy néz ki most, ahogy kinéz, nagyon-nagyon sokat köszönhetünk Papp Zoltán polgármester úrnak. Megkérem, hogy jöjjön a mikrofonhoz. Köszönöm. Én is nagyon sok szeretettel, tisztelettel köszöntök minden vendégünket, minden levélit és minden távolabbról érkezett vendéget. Nagy örömmel és természetesen büszkeséggel jelenthetem be, hogy kultúrházunk felújítása, korszerűsítése befejeződött. Egy kultúrház, mint közösségi tér felújítása komoly jelentéssel bír. Arra utal, hogy itt és most valaminek helyet akarunk adni, teret akarunk biztosítani, és azt szeretnénk, ha ez a tér megterne élettel, tartalommal. A kultúrházunkban már korábban is a hagyományos művelődési formák és a civil szervezetek együttélése volt a jellemző, és a hagyományőrzést is kiemelten kezeltük. Büszkék is voltunk és vagyunk a község kulturális és civil életére. Ennek egyik mozgatója, mindenese, motorja Radák Tamás, aki előttem szólt, nem kell bemutatni a jelenlévőknek. Köszönjük munkáját, most még szebb, még jobb és korszerűbb körülmények között végezheti munkáját. A mai nap igazi ünnep a levéli emberek számára. Egy megújult, korszerű, közösségi térrel gazdagodott a település. A megújult épület méltó szintre leheti a jövőben levél közösségi életének, a közösség kulturális és civil szereplői kultúrát modern környezetben folytathatják majd tevékenységüket. Nagyon régi, jogos vágyunk teljesült, ha nem is úgy, ahogy ezt korábban gondoltuk vagy terveztük. Már 1987-ben, tehát 24 évvel ezelőtt, az akkori tanács készítetett egy tervet, amelyben a jelenlegi kultúrház helyén, természetesen mögötte és mellette a terület kihasználva, egy új faluközpontot terveztünk. Ebben egy új kultúrház, egy új orvosi rendelő és egy községháza épült volna, természetesen egy szép rendezett belső rendezvénytérrel és a többi hozzávalókkal. Sajnos a tervből anyagiak hiányában nem lett semmi. A második alkalommal 2003-ban készített újabb tervet az önkormányzat, akkor is egy új kultúrház építése volt a cél a réginek a helyén. Sajnos forráshiány miatt ez sem valósult meg. Ezért nekünk nagyon kapóra jött, hogy az Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében 2008 őszén meghirdették az úgynevezett IKST címpályázatot, az Integrált Közösségi Szolgáltató térnek a rövidítése, amennyiben a továbbiakban így említem, akkor tudják. Ez lehetővé tette, hogy újra gondoljuk terveinket, és a lehetőségekhez igazítva elhatározzuk, hogyha újat már nem is tudunk építeni, akkor a meglévőt újítjuk fel, alakítsuk át és korszerűsítjük. Ezért természetesen újabb tervet készítettünk. Ezzel a tervvel aztán végül is sikerült uniós és nemzeti forrásokból támogatást nyerni. Címpályázatunk eredményes volt, és 2009. szeptemberében elnyertük az IKST címet. Ezt tette gyakorlatilag lehetővé, hogy támogatási kérelmet is benyújthassunk, amelyet 2009. októberében meg is tettünk. Végül 2010. áprilisában kaptuk meg a támogatással szóló végzést. Ebben arról értesítettek bennünket, hogy az önkormányzat összesen 50.354.000 forint támogatást kap az IKST megvalósítására. Ebből a külső-belső felújítása 39,4 millió forint, az eszközbeszerzése 1,7 millió forint, egyéb elszámolható költségekre 2,6 millió forint nettó kiadás számolható el. Ezeken az egyszeri kifizetéseken túl az IKST működtetésére az első évben 3,2 millió, a második évben 2,2 millió, a harmadik évben 1,1 millió forint támogatás számolható el, tehát összesen további 6,5 millió forint. Természetesen az áfa összeget és a beruházás során felmerült többletköltségeket saját forrásként az önkormányzat vállalta és biztosította.
Ezután, az értesítés után elkészíthettük a kiviteli terveket, tervdokumentációt, és egy gyorsított, meghívásos, egyszerű közbeszerzési eljárás során a képviselőtestület 2011. februárjában döntött a felújítási munkálatokat végző, kivitelező kiválasztásáról. Domonkos Sándor helyi egyéni építési vállalkozóval a szerződéskötés 2011. február 14-én történt meg. Már március 1-én átadtuk a munkaterületet, és a szerződésben vállalt befejezési határidő 2011. július 30-a volt eredetileg. A menet közben jelentkező és szükségessé váló kiegészítő munkák miatt ezt a határidőt 2011. augusztus 8-ra módosítottuk, és erre teljesült is. Nagy öröm volt számunkra, hogy helyi és környékbeli vállalkozók végezték a munkákat, akik szívügyüknek tekintették, hogy a lehető legjobb munkát végezzék. Többször hallottam tőlük, mikor vita volt egy-egy megoldás körül, hogy nem akarják gyenge minőségi munkához adni a nevüket, hiszen itt élnek a faluban vagy a környéken, és nem akarnak panaszt hallani a munkájukra. Azt hiszem, ez nagyon dicséretes. Hadd említsek néhány nevet a legfontosabb szakmák közül, akik itt dolgoztak. Természetesen a fővállalkozó Domonkos Sándor köművesmester és fia Domonkos Róbert építésvezető, Földes László, megérdemlik a tartok. Földes László és csapata ácsmunkák, tetőfedés. Szakó Csaba és Szakó Norbert, gépi vakolás, festés, mázolás. Szerkó BT Blümmel Otto vezetésével villanyszerelés. Mind levéli vállalkozó. Kajzinger Zoltán, víz, csatorna és fűtésszerelés, Hegyeshalmi vállalkozó. Barnaut Kft. Erdős Barna vezetésével Dunakiliti vállalkozó. Skinner Bádogos Kft. Mosonmagyaróvári vállalkozás. És persze többi szakmát is lehetne sorolni, ezek talán a legnagyobb volumenű munkákat végezték. Említhetném a nyilázárokat készítőket, a szigetelőket, az asztalos munkát végzőket, a tervezőket, a statikust, a műszaki ellenőrt és így tovább. Azt hiszem, hogy név nélkül is megköszönjük munkájukat. A projekt keretében a kultúrház teljes külső-belső felújítása megtörtént. Kezdtük a bontással, majd falszigetelés, új födém és tető, ajzatcsere, nyílászárok cseréje, az épület akadálymentesítése, festés, mázolás, burkolás, elektromos hálózat felújítása, fűtéskorszerűsítés, homlokzat felújítás, és a többi, lehetne sorolni a munkafázisokat. Szinte valójában csak a négy fal maradt meg, az sem mindegyik a régiek közül, hiszen volt, amely ledőlt. És mint általában a régi épületek felújításánál lenni szokott, a munkák során több előre nem látható akadályt is el kellett hárítani, meg kellett oldani, végül is sikerült, amit lehetett, megtettünk, sőt, tovább is gondoltunk már egy-két dolgot. Például, mivel még a mai napig is nem tudja minden igényünket kielégíteni az épület, ezért nyitva hagytuk a lehetőséget annak, hogy a tetőtér beépítéssel további közösségi helységeket tudjunk majd egyszer kialakítani, ha erre forrást tudunk találni. Tovább lehet fejleszteni az udvar használhatóságát parkosítással, játékokkal, padokkal, tehát vannak még terveink, csak forrás legyen ezek megvalósítására. Megtörtént a számítástechnikai eszközök és egyéb szükséges anyagok, eszközök beszerzése. A szerelések és egyéb munkák, valamint a berendezkedés, például a könyvtár visszaköltöztetése, függönyök szerelése és a takarítás napjainkig tartottak, és még tartanak, majd tartanak is. A belakás, tehát a birtokba vétel a mai nappal megkezdődött, és folyamatosan tart még egy ideig, mire minden a helyére kerül, és végleg jól érezzük benne magunkat. Tisztelt vendégeink, kedves levéliek! Minden integrált közösségi és szolgáltató térnek Kölcsey Ferenc nemzeti himnuszunk szerzőjének szavait kellene zászlajára tűznie. Idézem, nem önmagadé vagy, hanem a közösségé, idézet befejezve. Az a közösség pedig, amely újjáépít egy épületet, és azt megtölti célokkal, emberekkel és szolgáltatásokkal, az a közösség önmagát is újjáépíti. Ezen gondolatokkal zárom mondandómat, és kívánom, hogy a felújított kultúrház IKST teljesítse legfőbb feladatát, hogy a levéli emberek számára a szabadidejük hasznos eltöltéséhez programokat kínáljon, és a közösségi életet fejlessze. Legyen az épület a kikapcsolódás, a tanulás és a társasági élet központja. Köszönöm a figyelmet!
most megkérem dr. Eperjes Tamás urat, a Vidékfejlesztési Minisztérium intézetének igazgatóját mondja el ünnepi beszédét. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, polgármester úr, tisztelt elnökasszony, kedves polgármesterek, és kedves minden megjelent helyi, aki ebben a mai ünnepben a személyes jelenlétével szeretett volna osztozni. Azt gondolom, mindenképpen ünnepnek tekinthetjük ezt a mai napot, hiszen ha a polgármester úr által elmondottakat a szívünkre is vesszük, nagyon régi vágya az már a településnek, hogy megújuljon a tér, megújuljon ez a közösségi ház. Azt mondjuk integrált közösségi tér, vagy ahogy mi rövidítjük, IKST, de persze nyilván a helyiek nem azt fogják mondani, hogy mennek az IKST-be, hanem azt mondják, hogy mennek a kultúrházba. De ez a kultúrház, ez egy modern épület. Nagyon sok szempontból már a 21. század követelményeinek felel meg. És azt gondolom, méltó is ezhez a településhez. Három ország határán olyan lakókkal, akik büszkék lehetnek a környezetükre. Nagyon fontos, hogy különböző társintézmények egy épületben találtak helyet, hiszen egyben a kultúra, egyben a szolgáltatás, a könyvtár, az ifjúság, az idősebb generáció, és ezek mindegyike egy valamilyen közös teret foglal el. Azt gondolom, hogy nagyon sokan gondolták itt helyben úgy, hogy ez az épület megéri az összefogást. Magyarország megújul, közel 635 integrált közösségi szolgáltató teret adunk át az elkövetkező időszakba. Ezek egy része már megkezdte a működését, egy másik része még ezután kezd hozzá a beruházáshoz. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok munka és nagyon sok apró napi bosszúság, amivel ez az építkezés és minden megújulás együtt jár. De az eredmény, az azt gondolom azokat minősíti, akik ebben a tervben hittek. És meggyőződésem, hogy boldog lehet az a település, ahol a közösség tagjai, a vezetők ilyen egyetértésben és példás összefogásban megtapsolva minden egyes kivitelezőt örülnek egy ilyen létesítménynek. Akkor, amikor bementem ide, és az első dolgom egy újság volt, amin az volt a címlapon, hogy levél dinamikusan fejlődő község, dinamikusan fejlődő település. A Kisalföld címlapján hirdette ez a felirat. Én azt gondolom, mindenkinek, aki ebben részes, csak köszönet illetheti. Mindenki, aki úgy gondolja, hogy hozzátette a maga részét, annak nagyon megköszönjük, és azt kívánjuk, hogy ezt az integrált közösségi szolgáltató teret, én azért hagyd nevezzem így, ezt a kultúrházat, ezt mindenki nagyon jó egészséggel és nagyon nagy örömmel használja. Kemény Bertalan, aki a Magyar Vidékfejlesztés, aki a Magyar Vidékfejlesztés egyik nagy úttörője volt, azt mondta, hogy egy település, a településnek az életét, a településen fejlettségét, azt nem az infrastruktúra fejlettsége mutatja meg, hanem az, hogy milyen az emberek közötti kapcsolat. Én azt láttam ebből a mai ünnepségből, hogy a helyiek között nagyon erős a kapcsolat, és ezért azt kívánom, hogy ezt mind értékként őrizzék meg. Képviselő urak, polgármester urakat, a líder közösség vezetőit arra kérem, hogy segítsék működésében is a helyieket és az integrált közösségi szolgáltatókat. Köszönöm szépen! Felkérem dr. Nagy István országgyűlési képviselő urat, Hosszúmagyaróvár polgármesterét, mondja el gondolatait. Nagyon szépen köszönöm, nagy tiszteletű asszony, Esperes úr, kedves plébános atya, polgármester urak és kedves levéliek. Együtt örülni jöttem ma ide, hiszen azt hiszem az, ami itt ma levélen történt, és történik, hogy átadásra kerül ez az új épület, én azt hiszem, minnyájunk legnagyobb boldogsága. Paulo Coelho ír az egyik könyvében, hogyha valaki valamit nagyon akar, akkor a mindenség összefog, hogy az ő álmát megvalósítsa. Majd negyed évszázados álom valósult itt ma meg, hiszen megnyitja kapuit ez az intézmény. Én szeretném azt
gondolni, hogy sokkal többet jelent ez az épület, mint egymásra rakott téglák és malter és kövek és minden építőanyag összessége halmaza. Sokkal inkább jelentse ez azt az értéket, ami ebben majd keletkezik és megnyilvánul. Hiszen mindaz az érték, ami belőlünk jön, az önök lelkéből majd az különböző ünnepségeken, rendezvényeken, az azt hiszem tovább építi a falut. Van egy épület, ami egyrészt építi az egyént, és az egyének pedig építik az egész falu közösségét. Tehát sokkal többet jelent, mint egymásra rakott téglák és építőanyagok halmaza. Én ehhez nagyon-nagyon gratulálok, hogy ezt sikerült ciklusokon, sőt rendszereken keresztül megvalósítani. Jelképez az épület még egy dolgot, hogy a levéliek kitartó emberek. Ehhez is gratulálni lehet. Hiszen nem adta, hányszor föl lehetne adni, hány nehézséget lehetne sorolni. Én gratulálok ahhoz, hogy nem azt keresték, hogy mivel lehet igazolni azt, hogy nem lehet megvalósítani, hanem azt keresték, hogy milyen megoldást lehet találni a rendszereken át, ciklusokon át, hogy ez az épület végre megvalósulhasson és itt állhasson előttünk. Gratulálok ahhoz, hogy kihasználták azt a pluszt, amit a helyi szakemberek tudnak tenni. Mosonmagyaróváron is ezt tesszük, és én nagyon örülök annak, hogy itt a felsoroltakból kitűnik, hogy egy közösség fogott össze, egy térség fogott össze azért, hogy ez itt megvalósulhasson. Igen, amikor ezek a mesteremberek elvonulnak ezelőtt az épület előtt, ránéznek, és az unokáiknak is azt fogják mondani, hogy nézd csak, ezt az apád építette. És higgyék el, úgy csinálták, hogy ezt büszkén elmondhassák nekik. Máshogy nem lehet megépíteni... Bocsánat, én se adom fel. Máshogy nem lehet jó munkát építeni, csak úgy, hogyha ezt el tudják mondani. Igen, én csináltam, a jövőnek csináltam. És erre büszkének lehet lenni majd az unokának is. Ez az a plusz, ami mindig benne van a helyi közösségekben, akkor, amikor helyben végeznek munkálatokat. Végül engedjék meg, hogy úgy köszöntsem ezt az épületet, hogy arra kérjem polgármester urat, hogy ennek az épületnek a jelképes kulcsát kérem dobja el jó messzire, hogy soha ne találjuk meg. Azaz, legyen nyitva mindig azon szándékoknak, azon kezdeményezéseknek, amikor ide az emberek be akarnak jönni. Adjon az az épület mindig teret a jó gondolatoknak, az együttlét örömének, a kultúrának, annak, hogy közösséget építsünk és közösséget fejleszünk. Adjon teret annak, hogyha gondjaink vannak, tudjuk megbeszélni. Adjon teret annak, ha örülni akarunk, akkor tudjunk örülni, és hogyha szórakozni akarunk, akkor is legyen helye. Úgyhogy kedves levéliek, tiszta szívből gratulálok, és kérem azt, hogy vegyék birtokba ezt az épületet, használják, mindnyájuk és az egész közösség fejlődésére és örömére. Köszönöm szépen! Ebből látszik, hogy nem csak az épületünk újult meg, hanem a technikánk is, csak még elfelejtettük, hogy mindig új elem kell bele, de most már mindegyikben új elem van, úgyhogy reméljük, hogy kibírja a ünnepségünk végéig. Hölgyeim és uraim, most szeretném megkérni a három urat, Pap Zoltánt, dr. Nagy Istvánt és dr. Eperjesi Tamást, hogy a nemzeti színű szalag átvágásával nyissanak utat az új, felújított levéli kultúrházra. Mindig is fontos volt, és remélem, hogy ezután is fontos lesz, hogy az egyházak képviselői is megáldják az épületeket, megáldják az új szerzeményeket, ami a falujé. Megkérem tehát Csáfordi Juliannát, református lelkésznőt, Kis Miklós evangélikus esperes urat és Szalai Kálmán katolikus esperes urat,
hogy áldják meg az új kultúrház épületét. A mi segítségünk és ennek az ünnepi alkalomnak a megszentelése jöjjön Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek egységében. Amen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg ebben az ünnepi órában, hogy miképpen szól hozzánk Isten igéje. Isten igéjét a Prédikátor könyvéből olvasom. A Prédikátor könyve 9. részének 7. majd a 11. rész 9. verséből a következőképpen. Edd örömmel kenyeredet, és idd jókedvel borodat, mert mindig az volt Isten jó akarata, hogy ezt tedd. Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogyan jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Szeretett testvérek, vajon hol van a helye egy világi, még csak nem is egyházi épület felavatásakor az egyházi szolgálatnak és magának az élő Istennek? Egyáltalán van-e kapcsolódási pont a templom falain belüli és azon kívüli életünk között, a szent és a profán között? Tudom, sokak szerint nincs, mert két egymástól élesen elkülönülő világnak tartják ezt a kettőt. Isten az ő igéje által azonban másra mutat rá. A szent és a profán egyaránt Isten előtt van, övé vagyunk testestől, lelkestől, életünk legáhítatosabb helyzeteiben pontosan úgy, mint akkor, amikor nem is gondolunk őrá. Talán éppen azért, mert éljük a hétköznapi életünket, talán éppen azért, mert önfeledten szórakozunk. A kultúrház, a kultúra, a szórakozás, a kikapcsolódás helye, ahol kívánom én is, hogy szebbnél szebb ilyen alkalmak legyenek. De a kultúra, és itt Németh Lászlót idézem, a kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem életet szabályozó elv, amely egy embercsoport minden tagjának belső mágnese és irányítója. Ez pedig azt jelenti, hogy az itteni programok szabályozni, irányítani fogják a településen élők életét, gondolkodását, világlátását. Hogy ezek a programok áldottak legyenek, és valóban áldást hozzanak a településen lakók, a programon résztvevők életére, ehhez arra van szükség, hogy a kultúrának ezt az életszabályzó elv jellegét figyelmen kívül ne hagyják a szervezők és a résztvevők. Olyan csodálatos, hogy ehetjük örömmel a kenyerünket, ihatjuk jókedvel a borunkat, örvendezhetünk, lehetünk jókedvűek, élhetünk szívünk vágya szerint. Mindez alapjába véve a Biblia szerint sem az ördögtől való. Ezeknek a lehetőségét is a világot teremtő Isten adta. De ne korlátlanul és ne mértéktelenül. Isten jó és örök mércéje álljon ott mindig, hogy holnap vagy holnap után ne kelljen megbánnom valamit, és ne kelljen újra másként alakítanom az életemet. Isten adja, hogy ilyen értékes rendezvények helye lehessen ez a kultúrház, s mint ilyen valóban lehessen a településen élők számára jó mágnes és jó irányító. Ezért csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk tégedet azért, hogy te úgy teremtetted ezt a világot, hogy örvendezhessünk, és oly sok minden iránt vágyakozhassék a mi szívünk. Áldunk és magasztalunk tégedet az öröm életteri pillanataiért, de köszönjük, Urunk, hogy te adod az útmutatást, hogy ezekben a sokszor önfeledt pillanatokban is tudjuk magunkat mihez tartani. Köszönjük, hogy így állítottad elénk itt és most a te igédet,
és kérünk tégedet, hogy a te útmutatásodat soha ne felejtsük el, soha ne hagyjuk a mi szemünk elől elveszni, és kérünk tégedet, hogy így maradj ezzel a községgel, így áld meg az itt élőket, szórakozókat, és így maradj ennek a településnek is őriző, áldó pásztora. Mindezeknek utána legyen velünk Istenünk az Úr, ahogy őseinkkel volt, ne hagyjon el bennünket és ne vessen el magától. Hajlítsa magához szívünket, hogy mindig az ő útjain járjunk, megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit. Amen. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindörökké. Amen. Urunk, üdvözítsd népedet, és áld meg örökségedet, legeltesd és hordozd őket örökké. Erőm és pajzsom vagy, Uram, benned bízik szívem. Megsegítettél, ezért örvendez az én lelkem, és magasztallak énekemmel. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben dicsősége volt, úgy legyen most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Ámen. Urunk, üdvözíts népedet, és áld meg örökségedet, legeltesd, és hordozd őket örökké. Testvéreim az Úrban, Isten iránti hálával jöttünk össze ma ezen a helyen, mert ünnepélyesen átadásra kerülhet Levélközség új kultúrháza. Pál apostol azt mondja, hogy Isten igéje és imádság szenteli meg Isten ajándékait. Ezért mielőtt áldást kérünk erre az új kultúrházra, hallgassuk meg Isten igéjét, és forduljunk hívő szívvel imádságban mennyei Atyánkhoz. Pál apostol az Efezusi levélben mondja, Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Imádkozzunk! Istenünk, aki mindeddig megtartottál, és nemzedékről nemzedékre megőriztél, kérünk, oltalmazd bennünket, tarts meg minket a te közeledben, adj erőt nekünk megállni a kísértések között, és a mindennapi küzdelmeink között. Áld meg nemzetünket, áld meg hazánkat, minden jó akaratú embert. Tarts meg bennünket a hozzád való hűségben mindvégig, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Így ajánljuk az Úr oltalmába ezt a levéli kultúrházat. Legyen a te áldásod az itt élőkön, azokon, akik itt dolgoznak, azokon, akik ide jönnek szórakozni, művelődni, kulturálódni. Áld meg munkájukat, életüket. Legyen ez a kultúrház áldott nemzedékről nemzedékre. Amen. Kedves testvéreim! Az embernek a lelke, szelleme, bölcsessége nem csak a templomainkból gyarapodhat, hanem szeretnék most rámutatni arra, ami a jövő héten az óvoda átadására kerül sor, hogy az óvodába az iskolára készítik elő szellemileg, lelkileg, bölcsességbe azokat a piciket, az iskola a gimnáziumnak, de most maradjunk itt a kultúrháznál. Emberi a munka, isteni az áldás. Hadd legyen a levéli községünknek, híveinknek, embereinknek, fiataloknak, időseknek az a lelki erő és forrás, amit bármikor fölkereshetnek és gyarapíthatnak. Emberi a munka, isteni az áldás. És most ezt szeretném a mindenható Isten segítségével leimádkozni erre a házra.
az Úr legyen veletek. Könyörögjünk, hallgass meg minket, szentséges Istenünk, mindenható Atyánk, örök Isten. Küld el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze ennek a kultúrháznak minden látogatóját. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Mindenható Isten áldása és kegyelme szálljon erre a házra. Amen. Nagyon szépen köszönöm levéli egyházak képviselőinek áldását, szentelését. Nekem is ilyen szép szavakat kellene most mondani, amit az előttem szóló urak és hölgy mondott. Csak hát én nem tudok ilyen szépeket mondani, mert annál nagyobb az örömöm, illetve annál nagyobb a, talán a közös boldogságunk, hogy most itt lehetünk. A levéli napok első rendezvényének írtuk ki szinte ezt a programot, és nagy öröm számomra, hogy az utolsó rendezvény is egy avatás lesz itt levélen, hiszen október 27-én a levéli óvoda ünnepélyes átadása lesz hasonló körülmények között, és hát azt nem mondom, hogy itt, de majdnem itt néhány száz méterrel arrébb. És e között, a két alkalom között itt a kultúrházban szeretettel várunk mindenkit. És nem csak e között a két alkalom között, hanem a következő időkben is. Én valamelyik nap itt vettünk, hát most már egy ideje, sok ember vett itt egy ideje, és én is elég sokszor mentem haza elég későn, sötétben, bár mondjuk ilyenkor már nem kunst sötétben hazamenni, de elég késő volt már, és hát levélen is szokás, hogy a fiatalok azért így esténként így összejönnek, és hát ahogy a legtöbb településen a buszmegálló elég prominens hely, és a buszmegállóban nagyon szeretnek a srácok beszélgetni. És ahogy itt jöttem, mentem, itt láttam, hogy nagyon készülődnek, nagyon benézegettek, már szerettek volna bejönni, egyszer csak azt mondja az egyik legény, hogy ide mi tényleg nem mehetünk be? Hát mondom, mi az, hogy nem mehettek be? Hát nekünk azt mondták, hogy ide nem lehet majd bemenni. Hát mondom, szerintetek ezt miért csináltuk? Miért építettük? Miért dolgozott itt ennyi ember? Tudjuk, vigyázni kell rá, mérgesek leszünk, ha kitörik az ablak, mérgesek leszünk, hogyha foltos lesz a fal, mérgesek leszünk, hogyha valaki valamire nem vigyáz, de azért csináltuk, hogy ide bárki bármikor bejöhessen. És természetesen az idősekre is, az idősebbekre is vonatkozik ez, de talán a legeslegefontosabb, hogy a fiatalok jöjjenek be. Fiatalok, és hozzák magukkal az idősebbeket, illetve talán fordítva is az idősebbek hozzák magukkal a fiatalokat. Hölgyeim és uraim, én remélem, hogy ez a ház mindenki számára valamilyen szinten otthon lesz, mindenki számára egy kis felüdülés lesz, mert tudom, hogy sokan azért jöttek most el, és azért nem jöttek el idáig, hogy nehogy véletlenül előtte lássák, mint ahogy készen lesz. Hát azért el kell mondjam egy kis, egy picike szomorúsággal el kell mondjam, hogy még nincsen teljesen kész. De az örömünk az még az akkor is teljes. Hiányzik egy-két függöny, hiányzik egy-két alkatrész, nem sok minden, de lehet, hogy önök észre fogják venni, de ha nem veszik észre, az annál jobb. De megígérem, hogy egy-két hét múlva igazából teljes lesz ez a ház, és igazából teljesen belakhatjuk majd. Most, amikor majd kinyitjuk az ajtót, és itt a hölgyektől megkapják az emléklapot, és körülnéznek, akkor mindenki arra gondoljon, hogy ez a ház, ez nem egy napra, nem egy hétre, nem egy pár évre készült, hanem ahogy őseink, az előttünk levő nagymamáink, nagypapáink, vagy talán dédpapáink építették, és mi most felújítottuk hosszú évtizedekre, reméljük, hogy évszázadokra fogja a levélieket
segíteni a levélieket szolgálni ez a ház. Levél polgármestere az valószínűleg, aki a legjobban örülhet ennek a kultúrház átadónak. Polgármester úr, milyen célokat fog szolgálni a felújított központ? Hát gyakorlatilag az alapvető céljában ugyanaz, mint korábban is volt a régi kultúrház, hogy helyet biztosítson a község civil szervezetének, kulturális programjainak, közösségteremtő programjainak, ifjúságának. Annyiban más ez az integrált közösségi szolgáltató tér cím, hogy itt egyéb más szolgáltatásokat is tudunk nyújtani, példaként interneten keresztül akár elektronikus ügyintézést, adóbevallás elkészítését, az ügyfélkapon keresztül bármilyen az ügyfélkapon elintézhető elektronikus dolgokat, a falugazdász hálózat itt kap helyet, a kistérségi családsegítő szolgálat, a kistérségi gyermekjóléti szolgálat, könyvtári ellátás, ifjúsággal való foglalkozásnak a szintere lesz. Tehát inkább azt mondanám, hogy új szolgáltatásokkal bővül a tevékenysége ennek a kultúrháznak. A felsoroltak mindegyikét vállalni is fogja a kultúrház? Hát ugye ebben a pályázatban voltak kötelező elemek, amelyeket mindenképpen meg kell valósítani, a szabadon választottakat pedig minden község, minden pályázó a saját lehetőségeire próbálta szabni, tehát mi azokat tudtuk fölvállalni, amelyeket bizonyára teljesíteni is tudunk. Tehát itt mi például nem vállaltunk fel olyat, hogy posta létesítése, vagy olyan, hogy üzlet létesítése, hanem ezeket az korábban felsorolt szolgáltatásokat tudjuk mi biztosítani a lakosság számára. Mióta próbálkozik Levél az új kultúrházzal, vagy a felújítással? Hát én mondhatom, hiszen régóta vagyok a község élén, hogy több mint 20 éve foglalkozunk ezzel a gondolattal. Hosszú évekig a régi kultúrházra azért nem áldoztunk pénzt, nem újítottuk fel, mert mindig az lebegett előttünk, hogy majd egy új kultúrházat építünk a régi helyén, ami korszerű, jobban megfelel az igényeknek, de hát soha nem volt annyi pénzünk, hogy ezt megtehessük. Már 24 évvel ezelőtt elkészült az első terv, amely egy új faluközpontot álmodott ide erre a térre, sajnos meghiúsult. Ezt követően 2003-ban is készült egy terv, ez is egy új épületről szólt, sajnos ez sem valósulhatott meg, hiszen az önkormányzatnak annyi pénze nem volt, hogy egy újat építsen. És gyakorlatilag 2009-ben vált lehetővé az, hogy felújításra pályázunk, és akkor az önkormányzat is végig gondolta a lehetőségeit. Beláttuk azt, hogy ha egyszer új építésre saját erőből semmiképp nem vagyunk képesek támogatást nyerni pályázaton új építéséhez, belátható időn belül nem lehet, akkor próbáljuk kihasználni azt, ami ilyen lehetőség van, ami megnyílik. És ezért döntöttünk amellett, hogy újítsuk fel. És gyakorlatilag ez a felújítás azt jelenti, hogy szinte újjáépült, és a négy falon kívül szinte nem maradt meg semmi a régi kultúrházból. Tehát én bátran mondhatom, hogy újat építettünk, hogy újat hoztunk létre a megmaradó köveken, téglákon. Számtalan ember van jelen az ünnepségen, és gondolom polgármester úr karrierjének is egy igen jelentős állomása ez a mai nap. Természetesen öröm, hiszen mint községvezető nyilván akkor boldog, hogyha azok a tervek, elképzelések, amelyeket célul kitűztek, azok megvalósulnak, és főleg ha az belátható időn belül valósul meg, akkor ennek természetesen örül. Külön öröm, hogy ebbe az évben egy kicsit össze is torlottak, összecsúsztak ezek a pályázati sikerek, hiszen készülünk a óvoda felújítása, illetve hát az is már gyakorlatilag befejeződött, majd 27-én lesz az óvoda ünnepélyes átadása is, és folyamatban van a kerékpárút építése is. Tehát ez a 2010-11-es év, ez valóban egy lehet csúcsnak mondani, egy csúcs év a számunkra Levél történetében egy emlékezetes év lesz, és biztos, hogy megmarad ez a község történetében, hogy ez egy ilyen jelentős év volt. Hát persze azért el kell mondanom azt, hogy nagyon sok tervünk van még, községfejlesztési tervünk van, nagyon sok mindent szeretnénk még megvalósítani.
ezekre vagy pályázatokkal készülünk, vagy tervezésekkel készülünk, és hát a jövő meg majd elárulja, hogy lesz-e ezekre fedezet, lesz-e ezekhez támogatás, és akkor megvalósítjuk. Tehát nem állunk le, nem akarunk itt a babérokon bölcselkedni, hogy na, végre megvagyunk és leállunk, hanem dolgozunk tovább. Sok sikert kívánunk mindez a pályázathoz és mindez a tervhez. Köszönjük, polgármester úr. Találgassunk egy nagyot a végén. Meddig szolgálhatja a községet ez a felújított kultúrház? Hát bízom benne, hogy hosszú évtizedekig, és legfeljebb csak akkor merülhet fel gondolatba más épület építése, hogyha nagyon gazdag lesz az ország, nagyon gazdag lesz a község, de szerintem ez évtizedekig szolgálni fogja. Nem beszélve, hogy nem fejeztük be ennek a felújítását sem, hiszen van lehetőségünk arra, hogy a tetőteret beépítsük, és ott még a civil szervezeteknek tovább kisebb helyiségeket alakítsunk ki, hiszen azért ebben az épületben minden nem fér el. Tehát vannak még ezzel is terveink, és dolgozunk is rajta, hogy ezek is meglegyenek, és hát bízom benne, hogy hosszú évekig nem kell hozzányúlni. Dr. Eperjesi Tamás, a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Szaktanácsadási Igazgatóságának az igazgatója áll itt kameránk előtt. Igazgató úr, miért tisztelte meg ezt a levéli ünnepséget a jelenlétével? Milyen jelentősége van egy kultúrház átadónak országos szempontból? Hát én azt gondolom, hogy minden helyi esemény az a helyieknek nagyon-nagyon fontos. Ez a program az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programon belül az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér program nevet kapta, ami alapjában véve használaton kívüli vagy régen felújított közösségi terek, művelődési házak megújítását jelenti. Közel 27 milliárd forint országosan, 635 integrált közösségi szolgáltató tér átadása várható ebben a programban. A program egészében egy része már megkezdte a működését, egy másik része jövőre, idén és az azt követő 2013-as évben kerül átadásra. Azt gondolom, nekünk azért nagyon-nagyon fontos egy ilyen esemény, mert ha valaki körbe megy ezen az épületen, és látja azt az örömet, ami az itteniek, a helyiek arcán, a helyiek arcáról lesugároz, leragyog, akkor igazából úgy érezhetjük, hogy ez a program elérte a célját. Fiataloknak, idősebbeknek, a vállalkozóknak, a közszférában dolgozóknak egy példaértékű összefogása, egy példaértékű megújítás egy régi épületnek, abban a reményben, hogy egy 21. századi kihívásoknak megfelelő épületet hozzanak létre. Ezért természetesen nagyon örülünk, hogyha meghívnak egy ilyen eseményre, és nagyon szívesen jövünk is. Ez a 635 országszerte átadott integrált közösségi szolgáltatópont, ez azt jelzi, hogy valószínűleg a kormány és az Európai Unió nem véletlenül szán nagy erőforrásokat erre a programra. Milyen előnye származik a helyieknek azon kívül, az örömön kívül, amit nyilvánvalóan érezhetnek? Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, a vidékfejlesztés egyik kimondott célja, hogy bizonyos szolgáltatásokért ne kelljen a városokba utazni, hanem helyben elérhetőek legyenek. Azok a terek, amelyek megvannak és adottak egy közösség életébe, azok működjenek együtt. Erről szól maga a vidékfejlesztés, erről szól a LEADER program. Lehetőség szerint a vállalkozói szféra, a civil szféra és a közszféra közösen együtt lakja be ezt a teret, közösen együtt használja, és próbálja meg úgy működtetni, hogy ez a mindennapok során egymást fejlesztve hasznossá váljon. A támogatásoknak átlagosan mekkora része származik magyar és mekkora uniós forrásból? Ez teljes egészében uniós forrásból származik, ez a pénz. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programon keretén belül az Európai Uniótól pályázta le az ország, az Európai Unióban az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapon belül elkülönített támogatás, az, ami az integrált közösségi szolgáltató tereket szolgálja. Csak kíváncsiságból, igazgató úrnak mondjuk ezen a héten még hány ilyen átadása volt, vagy lesz? A hétvégén volt több ilyen átadás. Nagyon sokan és nagyon gyakran összekötik falunapokkal. A héten már nem lesz több, azért megmondom őszintén, hogy nagyon sokan szoktunk többen is menni az intézetből. Ez a nagy képviselő úr, a polgármester úrnak egy ilyen tulajdonképpen egy gesztus, hiszen tényleg példaértékű ez az épület. Itt megtapsolták az összes vállalkozót. Nagyon jó érzés volt érezni azt, hogy van egy olyan közösség, amelyiknek a tagjai számíthatnak egymásra. Nem csak a közösség, hanem a község vezetői, előjárói, illetőleg a választott képviselői.
egy példás összefogásra. Azt mondta a polgármester úr, hogy nagyon-nagyon sok helyen ennyi idő alatt nem sikerült ilyen gyorsan és ilyen minőségű munkát végezni. Én ezt tanúsíthatom, hogy nagyon-nagyon sokan még a beruházások különböző fázisában vannak. Én azt gondolom, azért tartottuk mi is ezt nagyon fontosnak, hogy eljöjjünk, hogy a helyieknek ebbe az örömébe osztozhassunk. Igazgató úr, köszönjük! Én is nagyon.